Szeretettel köszöntünk mindenkit ismét itt a Vasihegy Hátrába mentén, az Ezer Apró Csoda Földjén. Ismét a Jeli Arborétumba látogattunk el, és nagyon különleges ez a mai alkalom, hiszen különböző újranyitásokról adhatunk hírt, hiszen a Jeli Arborétum környékén megtekinthető többek között a Hegypásztor Pincék Oszkom, a Csodaszarvas Tájpark Rábahídvégen, egyéni látogatókat fogad az Őshonos Állatpark Alsóújlakon, illetve parkerdeink, szőlőhegyeink és természeti látnivalóink látogathatók gyakorlatilag folyamatosan, és a mai naptól kezdődően egyre inkább a szálláshelyek is nyitnak és fogadják a vendégeket. A Jeli Arborétum életében is elérkezett ez az örömteli pillanat, és kinyitja kapuit, amiről Rubolics Tamás, a kert szakmai vezetője ad hírt. Üdvözlöm a kedves nézőket! Eljött végre a pillanat, és május 16-án 10 órától újra látogatható a Jeli varázskert, szombaton 10-től 17 óráig, és utána pedig 17-től vasárnaptól 9-től 17 óráig várjuk a kedves látogatókat, folyamatosan, megszakítás nélkül, és így önök is most már nem csak videón keresztül élvezhetik a rododendronoknak a szépségét, hanem mint a mellettem látható kaukázusi sárga rendkívül kellemes illatot áraszt, úgyhogy kerekedjenek föl, és látogassanak el hozzánk 16-ától, várjuk önöket nagy-nagy szeretettel itt a Jeli varázskertben.